Jó estét kívánok a Sporthíradóból! A női kosárlabda NB1-á 5.-8. helyéért vívott párharcának első találkozóján április 16-án a Peac Pécs otthonában 82-78-ra nyerte a CEK. A második találkozóra Cegléden április 19-én került sor. A vendégek kezdtek jobban, a harmadik perc végén 10-2-re vezettek. Érdekesség, hogy a pécsiek 5 kosarát 5 játékos dobta. Közben a CEK 2 pontját 2 sikeres büntetővel Popovics szerezte. A 7. percben Svénör közelről volt eredményes, mellyel 11-12-re alakította az állást, majd a 12. percben Popovics egyenlített. 19-19 után már fej-fej mellett, de sokáig pécsi vezetéssel haladtak a csapatok. A Cegléd először a 17. percben szerzett vezetést Popovics büntetőjével. Az első félidő hajrájában Gorjanác 2-szer is pontosan célzott a piros félkörön túlról. A 2 triplával az első félidő végén 40-33-ra vezettek a hazaiak. Fordulás után a vendéglátók tartották, sőt, a 36. percben 69-59-re vezetve 10 pontra növelték előnyüket. De még nem volt vége. A hajrában a baranyaiak egymás után 9 pontot szereztek, 69-68-ra felzárkóztak. Óriási izgalmakat hozott az utolsó néhány másodperc. 72-70-es állásnál előbb Simon próbálkozott eredménytelenül egy triplával, majd Brewer 2 büntetőt dobhatott. Ekkor már csak 1,6 másodperc volt hátra. A center az elsőt elhibázta, ami után a másodikat már szándékosan hagyta ki, reménykedve abban, hogy a lepattanót sikerül valamelyik csapattársának megszerezni, majd egyenlíteni. A tervet Kobolák hiúsította meg, így maradt a 72-70. A CEK a párharcot 2-0-ra nyerte meg, így a másik ágon tovább jutó Szekszárddal mérkőzhet meg az 5. helyért. A Cegléden sorra kerülő összecsapást április 30-án 18 órától rendezik meg a Gályócsás sportcsarnokban. A férfi kézilabda NB1 22. fordulójában szombaton Egerben lépett pályára, és 5 gólos 25-20-as vereséget szenvedett a CKKS-e. A bemaradásért küzdő Cegléd és a Mezőkövesd 11-11 ponttal áll a tabellán, 4 forduló van még hátra a pontvadászatból. Ha a bajnokság végére is megmarad az azonos pontszám, akkor az egymás elleni eredmény miatt a Mezőkövesd búcsúzik az élvonaltól, ám nekik jóval szerencsésebb a sorsolásuk. Egy igen erős csapattal, a Budaörssel mérkőzött Tatabányán a CVS MB2-es labdarúgó csapata, de nagyon fontos lett volna, hogy pontokat szerezzen. Ez sajnos nem sikerült, és a 90. percben kapott góllal 1-0-ra kikapott, így még az egy pontot is elveszítette az 5 fordulóval a vég előtt sereghajtó Vasutas. A hosszabbításban vízilabda, a stúdió vendége Zám Attila, a CVS-e vízilabda szakosztályának elnökségi tagja lesz, tartsanak velünk!